kő, mesél az erdő, mesél, mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő, mesél. Színes programkavalkád, nagyszabású koncertek, tartalmas előadások és gyerekeknek szóló foglalkozások bőséges választéka várta mindazokat, akik kilátogattak a Művelődési Ház főszervezésében megszervezett udvarhely napokra. A rendezvény szíve és lelke a Városi Park volt, itt pakoltak ki a kézművesek, hogy kézzel készített egyedi portékáikat eladják. Mindemellett a városban működő civil szervezetek, egyesületek is kiköltöztek, hogy különféle programokkal kedveskedjenek kicsiknek, nagyoknak. Civil város azóta van az udvarhely napokon, amióta udvarhely napoknak nevezzük a városnapokat, hiszen 2017-ben volt először egy kísérlet arra, hogy bejöjjenek a civilek is a városnapokra és saját programmal kiköltözzenek ide a parkba és bemutatkozhassanak. Így a 2023-as kiadáson vannak olyanok, akik az elmúlt 6-7 évben már velünk voltak minden egyes alkalommal, pont itt a mellettünk levő baptista sátor, de az UF, vagy az UJET is ilyen régi motorosok itt a civilvárosban. Idén vannak újak, például a Civil Kurázsi, aki idén kapcsolódott be először hozzánk, meg vannak olyanok, akik a tavaly a járvány követően kapcsolódtak be az udvarhelyi napok civil programjába, ilyen a Városi Kórház például, ahol egésznapos szűrővizsgálatokat végeznek a kórház dolgozói. A gyereksarokban a szalmabálákból kialakított csocsóasztal volt a fiatalok kedvence, itt szinte mindig voltak érdeklődők, de lehetett társasjátékozni is és angolul tanulni. Idén is próbáltunk arra nagy hangsúlyt fektetni, hogy nagyon színes legyen a zenei felhozatal, hogy minél szélesebb közönséget tudjunk lefedni, és minél több embert tudjunk megszólítani. Idén több színpaddal készültünk, mint az elmúlt években. A sétatér, illetve a mini focipálya mellett idén is működik a Városházán egy színpad, de ahogy említettem, volt koncert a sportcsarnokban, illetve holnap a strandon is lesz egy elektro zene, meg minden, ami kell ilyenkor az éjjelbe menően. A Városháza a klasszikus koncerteknek adott helyet. Itt mások mellett a budapesti Somogyi Vonós négyes lépett fel a Székelyföldi Filharmónia meghívására csütörtök este egy kamarazenei előadással.